Na csácsó, mi csörtészt a csokolár és traktorkerék, szavaztok papikáim. Már nézzétek, mit hoztam nektek. Egy egyes verzió számú Seven Days to Die-t. Hú, micsoda, mi? Gondoljátok, hát ez nagyon durva. Nem, annál sokkal durvább, mint gondoljátok, mivel ez baromira nem olyan, mint a mostani Seven Days to Die, és arra gondoltam, hogy hasonlítsuk már össze, hogy mennyi minden változik egy ilyen korai kiadású játékban az évek során, és ez tényleg évek, mert ugye 4 évvel ezelőtt adták ki ezt a készítők gyakorlatilag, és itt mutatták meg a világnak, hogy na, mi akarunk egy ilyen játékot csinálni. Hát eszméletlen sok minden változott, ugye most már a 16-os verziószámnál vagyunk, és ez tényleg az egyes volt, ez volt a legelső, és csapjunk bele a lecsóba, és nézzük meg, hogy ez milyen játék. Hasonlítsuk össze a 16-hoz képest, úgy gondoltam, és nézzük meg, hogy mi változott, mi maradt olyan, ami régen volt, ami nagyon-nagyon kevés dolog lesz, és nézzük, hogy milyen irányba haladtak a készítők gyakorlatilag a játékban. Na, nyomok egy New Game-et, egyébként semmit nem lehet állítani a játékban, az nagyon durva. Az Option-ben például a Player-nél néztem, azon rögtem, hogy van egy fekete kabátos fickó, meg egy barna kabátos csajba, ugyanez, hogy két szín. Legyünk egy barna kabátos fickóval, ennyi. Sehol semmit nem lehet szinte állítani. New Game-nél nem tudsz semmit megadni, csak annyi, hogy adsz egy nevet, meg egy darab world, ugye nincs még kreatív, itt nincs még random generált, semmi. Nyomodsz egy startot, és ennyi. És itt már hirdetik ugye a betöltő képernyő, hogy a coming az Alpha 2, hogy mik jönnek az Alpha 2-be, ugye repülő ellenfelek, meg farmász ellenfelek, meg új receptek és fegyverek. És a ja, multiplayer-t is itt már hirdetik, meg mindenféle új struktúrákat, meg minden. Na, wow, gyerekek, kapásból mi a fasz, mi? Igen, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon durva. Ezt nem tudom, hogy hány ember tudta. Anno, Seven Days to Die így épült, így nézett ki, blokkokból. Gyakorlatilag ezek blokkok, csak annyi különbsége, ugye, hogy levannak, egy kicsit el vannak deformálva. Ugye adtak neki egy ilyen lehetőséget, ugye, hogy deformálódhat a blokk, és emiatt ilyenek lettek gyakorlatilag, a teteje, az alja, meg minden, hát a szarvas animációja szerintem semmit nem változott, gyerekek, meg a nyúlése. És már is jön a zombi, és itt van a jól ismert, mennyi zombi van, itt várjatok. Mindjárt dumálunk, csak futunk, gyerekek, futunk. Oké, és ott van ugye a hood, a régi hood, a HP, a stamina, másik oldalt kaja, piasz, gyerekek, ennyi, nincs túl bonyolítva, nincsenek skillek, nincsen semmi, nem tud fejlődni. Így gyerekek, itt nincs gyakorlatilag semmi, a zombik azok megállás nélkül öregnek, nem tudom, megnézzük mindent egyébként, és ezek a tárgyak, a scrap metal az máshogy néz ki, a papír az ugyanúgy néz ki, csomó minden úgy, Kaja, zseblámpa, gyerekek, azt add össze. Hát az a baj, hogy már kapásból itt menekülnünk kell. Ja, ugye a map ugye az hát nem tudom mennyire változott, hogy mennyire sem. Ugye hát hol vagyunk? Jó, itt jöjjünk, ott van egy lék és ott van egy ház. Valóban ugye le kéne telepednünk, hogy azért meg akarom ismerni tényleg ezt a játék, ha már egyszer. Ez mi? Micsoda porefekt, gyerekek, moré. Hoppa. Egy darab botunk is már akart, és az a durva, hogy amit felvehet... Na, arra ki akartam térni, hogy ugye Minecraft időszakot élünk, abban az időszakban, amikor ez a játék elkezdődött, készült, és akkor ugye minden arról szólt, hogy Minecraft-szerű legyen, ugye azért is ez a világ. Ugye nagy hatással volt a Seven Days to Die-ra, nem azt mondom, hogy copy meg ilyesmi, de nagy hatással volt, meg amíg ráadásul a craft rendszer is baromira nagy hatással volt. Úgy kell kirakni különböző tárgyakból neked a különböző craft lehetőségeket például, érted? Most például kihagyezett tizét tudnál csinálni, és akkor be kell rakni, és ugyanúgy egy ilyen rákszerkedet be kell beraknod. Ugye, mint a Minecraftba, gondolom azt mindenki így vágja. Szerek egy kis sticket, még aztán valamit kipróbálunk. A craftolási lehetőség, nem tudom, hogy mennyire bonyolultak, mennyire van sok. Egyelőre van a szemétbe turkálás, és a kocsiba turkálás. Viszont kaja az annyi van, mint a dög. Ja, nagyon-nagyon fura a világ. Mindegy, megyünk erre. Az út is nagyon... Hát igen, viszont ezek egy-két dolog, ez tök olyan, mint... Ja, egyébként ugye, amit így fogsz...
Azt mondja, megmutatom inkább mással, ezt pont nem lehet lerakni, de egy csomó mindent le lehet rakni, azért mutatja ugye, hogy hova rakhatod le. Például azt hiszem, hogy még az ilyen növényeket, lyukákat, meg ilyeneket is így le lehet, fel lehet venni és le lehet rakni. Nem tudom, azt hiszem ásni azt lehet. Viszont ugye ilyen blokkszerűen. A la Minecraft. Ja, és rengeteg fegyver volt a játékban eleinte, ugye kész fegyverek. Úgyhogy, ah! Akkor kellett mondani nekünk, gyerekek. Ugye shotgun lőszer és shotgun. Ugye régenben nagyon sok fegyó volt a játékban. Gyerekek, ez a fegyó, ez megint semmit nem változott. Egy csomó minden olyan, mint a semmit nem változott. Ma esetleg gondolom kapott egy újabb, jobb textúrát, de figyelj, a szarvas animáció az meg hót nem. Ja, egyébként nincs lopakodás, hiába jumps control természetesen itt még. Nem tudom, mit mondjak még, ez micsoda? Camping rest. Ott van egy ilyen campingház. Nyuszi, a nyuszi se változott, gyerekek. Már írjatok, hogy mi lepődtök meg leginkább, és mi változott. Jó, a csúnya a játék, azt el kell hagyni. 4 évvel ezelőtt örült az ember, hogyha Minecrafthoz képest azért talált valami ilyesmit. Régen, ja, és nincsen izé, ezt nézem, nincs crafting timer. Tehát egyből mindent, nincs crafting timer és nincsen loot timer. És mit művelnek ott gyerekek? Ugye nem tudsz semmit állítani, az enemy a nehézségi fokozatot full nem tudod állítani gyakorlatilag, te amit éppen gondolsz azt, vagy amit éppen dob a gép. Az van, az autók se sokat változtak, hát azért változtak, de azért nem olyan túl sok. Na gyerekek, itt van bőven. Úgy kéne lőnöm, hogy... Oh. Na. Se fog fogyni a lőszerem szerintem. Várjál, az inventory-ból eszi? Nem, ott még van 6 darab, jó. Jó, hiába nyomom az erret, nem akarja tárazni. Szalán komoly, nem tudom miért. Még ott még van. Ja, az nem, az valami más szerintem, másé. Elég hülye hangzik, de azt írja, hogy lefűrészelt csövű. Sörétes puskái. Ja, meg na, régi időben, úgymond a régi időben, az volt ugye, hogy nem csak kívül futottak a zombik, vagy nem csak éjjel futottak a zombik, hanem sötétbe is. Mármint ahogy nem sütötte őket a nap. És valami kellemetlen volt, mert a házak belsejében futnak a zombik ebben a játékban. És figyeljétek meg, vagy nem tudom, nem szívesen megyek oda a csávóhoz. Most mondjuk nagyon el van. Az a lényeg, ide bent már futnak, úgyhogy arra nagyon kell figyelni. Jó, én megyek tovább inkább, úgy látom. Sokan vannak marhára. Azt nézem, követ nem tudom, hogy kell ezt felszedni. Hát ez full Minecraft, baszod. Nem hiszem, megint kaptam egyet. Ebben van, ott alul írja a lőszert, nagyon jó. Oda nézzetek, micsoda kis tó, ebbe az a... na, én nyomnék innen egy screenshotot, nem lenne puska, fúj Minecraft. Nagyon érdekes. Jó. Nézzük már körül, merre. Ha, itt van valami izé, ez valami katonai bázis lesz, vagy micsoda? Arra, pont amerre nézek. Nem tudom hány óra lehet. Jó, ott van, 12:30, hát ezen biztos meghalunk. És bevesszük magunkat, vagy felmászunk valahova éjszakára, jó? Roppantul érdekel, hogy működik ez az egész, úgyhogy... Jaj, csak favágás, úristen, nem tudom honnan szerezek követ, mert ezeket miért nem akarja ezeket fölvenni? Ez gyanús, hogy ez... Mi jövök rá, honnan lehet követ? Jó, felmegyek? Na például úgy teszem, hogy ezt a piros virágot így fölveheted, és akkor így lerakhatod. Ez is, gondolom mindenkinek evidens, hogy honnan ismerős ez a dolog. És az durva, hogy még ugrálni is kell ugye blokkokon, ugye nem megy fel magától. Különböző bajomok azok már ugye megjelentek,
Ja, úgy látom fészek nincs, tehát akkor az íjakat azokat elfelejthetjük, gondolom. Én nem is tudom... 95-es... 2. Én nem is tudom, azt hiszem, hogy olyan... 8.09 környékén akkor kezdtem én játszani ezzel a játékkal. Akkor még nagyon hasonló volt minden ehhez. Azért talán nem volt ennyire fapados. Sőt, akkor már ugye nem ilyen grafika volt, akkor már nem a blokkos grafikával. És zsemlámpa. És egy helyre egy szlotra rakja, mert nincsen izért. Ja, nincs minőség, nincs durability. Itt ugye nem megy tönkre. De nagyon hangos. Nem tudom, mert nagyon hangos a játék egyébként. Remélem nem. Az a gond, hogy itt semmit nem érsz el. Meg tudsz, öngyilkos tudsz lenni, és akkor tudsz jönni egy kilépést. Most ez a kettő dolog van. Az eszméletlen sok van. Ezen az úton kell jobbra. Hát nem akarom elpazarolni a lőszeremet feleslegesen. Nem nagyon dobnak semmi jót ezek a zombik. Ez a zombi konkrétan, ez nem is tudom miben volt. Ez vagy a Doomba láttam ilyen zombit, vagy pedig a izébe a... Mi volt az? Didalendbe. Appa, pisztoly gyerekek. Na jó van. Ezt mondtam, hogy... Viszonylag sok lőfegyver volt az elején a játék. Ó, ugye a farm. Ja, a farm. Ja, ez a farm, basszuszós. Ez a farm. És itt a nagyváros nem messze tőle. Konkrétan kirőlt egy fa. Izgalmas. És a gyerekek laggol egy picit. Megakadt a játék, gondolom töltögetett. Akkor is igen. És az összes kukoricát felszedheted itt még. Úgyhogy éhen dögleni nem fogsz. Mi ez a robbantás, amúgy gyerekek? Úristen, oda nézzetek, darálják a kukoricát, baszod. Na, annyian vannak, és az vette észre, itt most például, gondolom ti is látjátok, hogy ezeknek nincs izé, az nem tudom, ezek ide jössz, és akkor egyből mindent szét akarnak darálni. Egyből az összes rádugrik, szerintem teljesen függetlenül attól, hogy mennyire. 175 pisztolylőszerem van, ne szórítozz el. De várj akkor itt meg. De mi ez a 250x250? Meg 175x175. Bal oldalt írja. Vagy minőség, vagy nem minőség az. Vagy lehet, hogy az ID-je a fegyvernek. Csak nem. Nem hinném, hogy izé 250 darab lőszerem lenne valamihez. Ja, igen, a nagyvárosokban nagyon nem érdemes mászkálni. Nem tudom, gyerekek. Nem menjünk erre balra is, elvileg van egy. Ja, konkrétan érted, hogy hátmész a kukoricaföldön, kidöntöd őket. Hát mind a valóságban különben. Ez nem egy hülyeség. Na igen, a vízre itt még kíváncsi voltam, a folyóvízre. Azért, ez nagyon komoly. Ez mind egy shader módon megáldott Minecraft, tényleg olyan. Szerintem kiütöm. Ez régen, mintha leszokott volna szakadni, nem emléksz, vagy nem. Azt, hogy igen, az leszakad. Yeah. De sőt, még azt hiszem a vas szerkezet is leszokott szakadni. Jó gondoltuk. Estem egy jó nagyot. Na várjunk csak, mit kellene? A kaja azt hiszem, hogy az nem fog engem feltölteni. Mondd igen, úgy érzem. De várja, mi ez? Painkill lesz. Na. Szuper. Azaz, ennyi. Ennyi ne? Itt nincs túl bonyolítva, nincs vérzés, nincs semmilyen dolog. Ja, nem nagyon töltenek fel a kaják, akkor azért van az, hogy...
Hú, itt a nagyváros. Arra még kíváncsi vagyok, arra elmegyünk most. Aztán megmondjátok, hogy nyomjunk-e vele egy sorozatot. Oké, tudom, hogy csomóan azt írjátok, hogy nyomjam a 16-ot, de most ez nekem nagyon újdonság, meg nagyon elfunolgatnék ezzel, hogy mennyire, miket lehet csinálni, ilyen lehetne rögni rajta. Hoppa, benzin. Ugye egy csomó mindent kivettek, például ennyi fegyver sincs. Hát most rohanok, mint a bolond. Budu, potyogám a lábam alatt. Ilyen sztaminám az lement. Ott van már a város. A lámpák égnek. Nem tudom, követ honnan lett. Most a kraftolásra nem mentem rá, tudom. Inkább egy kis felderítéses dolog. Hoppá, hoppá. Ma, gyerekek. Hát, mint hazajöttem volna, nem? Most toptábla az, hogy befigyek, és rengeteg izé van. Rengeteg út van. És hol vannak a zombik? Hirtelen leszpornolja őket, mindjárt azt lesznek ezre. Igen, már hörögnek. Rendőr zombi, nem hiszem el. Fog ezt köpni? Figyeld. Na erre kíváncsi vagyok, gyerekek. Nem. Rendőr zombi anno nem köpött. Viszont rendkívül jó bírta, és volt nála egy sörétes puska. Shotgun shell. Ja, hogy? Várjál. Az előbb nem is ez volt, nem? Vagy... Az anyád úristen, várja. Adok neki ebből egyet. Veszem a shotgun... Úristen, mennyi fegyver. Shotgun az nagyon opizé volt. De úgy látom. És rengeteg lőszer, ugye, régebben nem annyira ment a kraftolás, akkor az akció azért dominált. És az a nagy baj, gyerekek, hogyha itt egy zombi van, akkor ugye ez fut. Úgyhogy ezt tudni kell. Ez mehetlen sok cucc van. Üttől utolhatok? Micsoda kanapé, gyerekek? Hát retro, meg ez a szőnyeg, mintha lehánytál volna. $17.40, lehet, hogy meg is fogok itt éjszakára, le is fogok pihenni. Várjátok, azt hiszem, hogy az ágyat föl lehetett régebb venni. Nem? Akkor tévedek. Pedig valamelyik alfába biztos, hogy fel lehetek. Gyerekek, fönt a padlás. És akkor itt fogok héderezni, figyeljetek, amíg följutnak. Szerintem itt még nem tudtak mászni. Nem a nagyváros. Figyelj, ezt is lehet lootolni. Lehet nem a nagyvárosba kéne letelepedni. Hát még egy kicsit mehetünk, ugye? Méne. Azt a létre azért, gyerekek. Nincs animációja konkrétan a karakternek. A létre mászáskor van, hogy föl is csúsztunk rajta. Jó. Ez ahhoz képest 2013-ban, gyerekek, ez egy faszajáték volt, még így is. Hoppa, SMG, hát hihetetlen. Semmit nem ír róla infóhoz, felejtsd el. Submachine gun, az csá. Ez ugye egy HKMP5-ös. Amúgy de ezek a dobozok ugye minden torzít, minden. Azért a falak is ilyen bután néznek ki. Így, mert itt ugye adtak gyakorlatilag a blokkoknak egy ilyen, tényleg egy ilyen mozgási lehetőséget, úgymond úgy mozgási lehetőséget, hogy torzulási lehetőséget, és azért ugye minden blokk valamilyen szinten el van torzulva, ami létezik itt a játékban, a tárgyak, meg minden, és akkor elég fura így. Úgy jó. Ez egy hátsó kertes rész, ez hangulatos. Ki van rúgva az ajtó, az nagyon komoly. Gyerekek, ez azért... Meg azt nézzétek, meg ugye a skill bar az öv, az gyakorlatilag tényleg egy öv, van itt kívánok a végén. Egy-két tárgy az olyan hangos, hogy az beszarsz. De most nem azért mondom, de valamikor 1000 zombi jön, valamikor meg kettős. De mindig azt hiszem, valami gumiabroncs darab, aztán közben meg egy tár.
szana szétraktak mindent, tudta, az nem kis pajasztak. Ja, és kezd levenni a nap. Szerintem itt fogok éjszakázni. Jó lenne keresni valami házat. Aha, itt hörögnek. Aha, itt meg is jött jó. Ez hangtompittos? Most ez nem kéne egy hangtompittónak lennie? Vagy az már csak egy újabb keletű dolog? Ez akkorát szólt, mint a gyágyó. Jó van, gyerekek, visszamegyek abba, nem tudom melyik házba. Már nem abba, inkább, hanem ide behúzódok, aztán akkor lehet, hogy folytatnám innen én. Már csak egy ilyen kis izé. Kis kuriózum, hogy... Olyan, mint amikor meghajtunk egy old school járművet, tudjátok. Na, most... SMG-vel bemerek ide jönni. Használták ezt a ládát lutolási lehetőségként. Ez mi? Cooking pot, gyerekek, hogy néz ki, apám, egy ilyen vödör? És mivel nincs lopakodás, nem tudod, hogy mikor támadnak. És egy lutri téma. Nekik lutri az annyi van, hogy meghalsz. A tárgyak, az ilyen komolyabb tárgyak, azok nincsenek izélve. Ja, ezért akartam csinálni, van itt függöny, figyelj rá. Lesz a vök? Hoppá, milyen? Leomlott a izé, ez volt valami érdekesség. Oda néz, ez a vör... Na, ez a vörödés, amit nem változott. Fölmegyünk jó magasra, talán kevésbé érzékelnek, nem tudom. Hogy van megoldva, lehet, hogy semmi hatása nincs. Hogy én magasba húzódok. Ez a ház, ez pont ugyanolyan, mint a másik, ezt vágod? Ugyanott van minden. Itt mész fel a fadlásra, egy darab ablak lesz a izé, figyel. Végébe. Jó, gyerekek, szerintem itt maradok. Aztán itt akkor jó lesz nekem. Én úgy gondolom, hogy nem fognak ezek tudni felmászni, max, hogy elkezdik bontani a házat, találni. Kevés ügyelet. Gyerekek, ennyi pisztolyt te nem találsz a 7 Days to Die-ban 3 év alatt a mostaniban már. Jó, akkor köszönöm a figyelmet. Hát marha érdekes nekem. És meg akarok ismerni egy-két dolgot még ebben, meg a kraftolási metódusokat. Nézzük már rá, hogy mik vannak itt. Ó, hát ez nem ezt kellett mondanom, baszol. Na, itt van, ugye ezeket már itt vannak. Hoppa! Nézd, gyerekek, várjál. Aha, magot figyeld, ki tudnám. Figyelj, ha alulra rakom, akkor már magot tudnám. Hogyha ide rakom, akkor meg izét, lisztjét. Na, ugye így működik, és akkor majd... Ja, igen, és hogyha már egyszer... Ha egyszer már kiraktad a képletét, akkor utána többet nem kell. Ez már így van. Csak ugye először úgy ki kell találnod, hogy mégis mit szeretnél belerakni. Például ugye gondolom a könyvből lesz a papír, 160. Utána már ugye, ő tudja. Szóval már ilyenkor nincs belőle gond. Csak annyi, hogy egyszer ki kell neked találnod, hogy mégis hogy kellene összerakni. Például fákja, az valószínűsítem, hogy egy fapálca lesz, meg egy rongy ide föl, és akkor utána már nem kell. Na jó, ennyi volt gyerekek szerintem. Előre. Köszönöm szépen a figyelmet. Örögnek mind az istennyila. Majd valami lesz. Oha! Na, el is búcsúzok. Jók legyetek. Sziasztok!